Áramszünet, összetört autók, megrongált háztetők, milliós károkat okozott megint a vihar, a Balatonból vitorlázókat kellett kimenekíteni. Erre senki nem számított, rekordot döntött a gazdasági növekedés, a kormány szerint beértek a támogató intézkedések. Megint mindent bezárnak, országos karantént rendeltek el Új-Zélandon, fél év után találtak új fertőzöttet. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, itt az M1-en és a Dunai Józsanet vagyok. Ismét károkat okozott a vihar, főként az északi ország részben, valamint a fővárosban kérték a tűzoltók segítségét. Budapesten volt, ahol bádok tetőt bontott meg a szél, emellett vezetékeket rongáltak meg, és utakat torlaszoltak el a kidőlt fák és a leszakadt ágak. Borsodabaúj-Zemplén megyében is kidőlt fák, leszakadt vezetékek miatt kértek segítséget, több helyen volt áramkimaradás. Bár Réve térségében viharos erejű szél okozott károkat. További részletek Embíró Lizától. Szerencsére olyan jellegű károkról nem tudunk még egyelőre, amelyek következtében mondjuk házak oly mértékben megsérültek volna, hogy ki kellett belőlük költözni, viszont hát a település polgármestere azt mondta, hogy ha végignéz Bán révén, akkor azt tudja mondani, hogy több 100 millió forintos kár keletkezhetett, és nem csak Bán révén, hanem Sajó püspökiben is komoly károkat okozott az éjszakai vihar. Tovább küzdenek az erdőtüzekkel több országban is. Több ezer hektárnyi területet emésztettek már fel a lángok, ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat. Azt még megbecsülni sem tudják, mikorra lehet eloltani a tüzeket. A hőség és a szárazság ugyanis szinte lehetetlenné teszi az oltást. Az év legborzalmasabb tűzvésze, így jellemzik a Spanyolországban napok óta tomboló erdőtüzet, ami a hatóságok szerint már körülbelül 12 ezer hektárnyi területet perzselt fel. A lángok szombaton csaptak fel, miután az ország középső részén egy kigyulladt autóról a tűz átterjedt az út melletti növényzetre. A hőség és a szárazság miatt a lángok gyorsan terjedtek, és legalább 1000 embernek kellett elhagynia az otthonát. A környéken a lakóházak is veszélybe kerültek. Az állatok sokkal jobban szenvednek, mint mi. A füst miatt ijedtek, és nem értik, hogy mi történik. Próbálunk minél többet kimenteni közülük, mesélte elkeseredetten egy helyi lakos. Jelenleg csaknem 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A hatóságok szerint a hőmérséklet csökkenésével a helyzet kezd javulni. A görög főváros Atén környékén újabb tüzek gyúltak, vészesen közel a lakott területekhez. Elővigyázatosságból felszólították a lakókat, hogy hagyják el otthonaikat. Görögországban az elmúlt hetekben több száz helyen kapott lángra a növényzet. A legpusztítóbb tűz Évia szigetén volt, ahol 35 ezer hektárnyi terület és több száz lakóház égett le. Jeruzsálem környékén harmadik napja küzdenek az erdőtűzzel, amely már több ezer hektárnyi területet égetett fel. Több ország is felajánlotta a segítségét, de Izrael egyelőre nem kért nemzetközi segítséget. Szakértők szerint az utóbbi években a Jeruzsálem környéki hegyekben megváltozott a klíma, eddig ugyanis éjszakára mindig lehűlt a levegő. Mostanában viszont egyre szárazabbak és melegebbek az éjszakák, így nagyobb az esélye a tüzek kialakulásának. A hatóságok azonban nem zárják ki, hogy gyújtogatás történt. Franciaország délkeleti részén is hatalmas tűz ütött ki hétfő este. A lángok körülbelül 4000 hektárnyi területen pusztítanak, több száz tűzoltót vezényeltek ki a helyszínre. Az oltásba repülőgépeket és helikoptereket is bevetnek. A környéken több ezer embernek kellett elhagyni az otthonát. Közepes erejű földrengés rázta meg éjjel Horvátország középső részét, ugyanazt a térséget, ahol tavaly évvégén halálos áldozatokat is követelő földmozgás volt. A 4,7-es erejű földmozgás központja Zágrábtól 48 kilométerre volt, Petrinyai Sziszek közelében 10 kilométeres mélységben. A nap folyamán több kisebb erejű utórengés is volt. Károkról egyelőre nem érkeztek hírek. Tovább emelkedett a halottak száma, a földrengés sújtott a Haitin. A szombati katasztrófa már több mint 1400 áldozatot követelt, a sérültek száma megközelíti a 7000-et. Ráadásul éjszaka trópusi ciklon csapott le, a földrengés sújtott a térségre, ami tovább nehezíti a mentést. Megmaradt holmiukat mentik az emberek, a földrengés sújtott a Haitin, ahol hétfő éjjel trópusi ciklon söpört végig. A Grace névre keresztelt vihar tönkretette az ideiglenesen felhúzott sátrakat, ahol az otthonukat elvesztett emberek húzták meg magukat. Itt állunk az esőben, nincs hová mennünk, hol vannak a hatóságok, kiabálta kétségbe esetten egy asszony.
Az özönvízszerű eső még inkább nehezíti a mentés Lökály városában, ahol szombaton 7,2-es erősségű földrengés pusztított. A mentőosztagok az érkező ciklon miatt már így is versenyt futottak az idővel. Kedre ismét emelkedett az elhunytak száma. Eddig már több mint 1400 halottat regisztráltunk. Közülük sokan a déli megyében vesztették életüket, mondta a polgári védelem vezetője. A földrengés leginkább a délnyugati régiót sújtotta. Kórházak, templomok, iskolák, lakóházak omlottak össze, vagy rongálódtak meg. A romok alatt maradt minden fontos érték és egyházi irat, de talán a munkagépek és a mentőosztagok majd néhányat megtalálnak, reménykedett egy plébános. A segélyszervezetek szerint 30 ezer család veszítette el az otthonát. A katasztrófa óta sok helyen nincs se ivóvíz, se gyógyszer. A több mint 120 ezeres Lökály városába is folyamatosan szállítják a sérülteket. A kórház azonban súlyosan megrongálódott. A legtöbb beteget a folyosókon vagy a szabad ég alatt ápolják. Sokan vérző sebekkel, nyíltörésekkel érkeznek, és fertőzések veszélyének vannak kitéve, magyarázta az egyik orvos. A belpolitikai és gazdasági válsággal küzdő Haitin egyébként is törékeny az ellátórendszer. A koronavírus járvány miatt összeomlás fenyegeti a kórházakat. A katasztrófa után pedig várhatóan még tovább romlik a helyzet, miközben a lakosság 40%-a éhezik a 11 milliós országban. Haitit gyakran sújtják erős földrengések. 2010-ben a pusztító katasztrófa több mint 200 ezer halálos áldozatot követelt, és csaknem 1 millióan maradtak fedél nélkül. Várakozáson felül mintegy 18%-kal nőtt a bruttó hazai termék a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. Ez a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedésnek számít, jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály hangsúlyozta, a növekedés a gazdasági ágazatok széles körére kiterjed. A gazdaság újraindítása Magyarországon az egyik leggyorsabb az Unióban, tette hozzá. Beértek tehát a támogató költségvetési politika eredményei. A cél most az, hogy megőrizzük a magyar gazdaság lépéselőnyét az Unióval szemben, ezért folytatjuk az adócsökkentésekre, a munkahelyteremtésre, a beruházások ösztönzésére és a családok támogatására épülő gazdaságpolitikát. Történelmi léptékű támogatást kap idén a mezőgazdaság, erről az agrárminiszter beszélt Debrecenben a 30. Farmer Expo megnyitóján. Péntekig több mint 300 kiállító szakmai és családi programok várják a látogatókat. Az ország egyik legjelentősebb agrársereg szemléjén a gazdálkodók választ kaphatnak az ágazatot érintő legfontosabb kérdésekre, amellyel növelhetik vállalkozásaik versenyképességét. Háromszor több forrás jut vidékfejlesztésre a következő Európai Uniós ciklusban, mint ami eddig jutott. Ez egészen pontosan 4265 milliárd forint. De hogy értsük is, hogy mit jelent ez, most egy év alatt fogunk annyi forrást biztosítani vidékfejlesztésre, mint a megelőző 7 évben összesen. Na ez az, ami adja igazából a lehetőséget. Minden olyan fejlesztést, technológiai korszerűsítést, amelyet gazdaságaikban végre akarnak hajtani, el akarnak végezni, annak most jött el az ideje. Újabb áldozatot követelt a koronavírus itthon. Egy beteg meghalt és 45 új fertőzöttet találtak egy nap alatt. Az oltópontokon ma is várják azokat, akik kérik a vakcinát. Már kora reggel megtelt a Zala megyei Szent Rafael kórház oltópontja előtti folyosó. Az intézmény dolgozói kedden több mint 200 embert várnak oltásra. Lehet jönni, tesszük. A rendelőben folyamatosan zajlott a vakcinák beadása. Legtöbben már a harmadik oltást kérik. Az oltakozók csak nem fele jött az ismétlő dózisért. 96-an vannak, akik a harmadik oltásra jelentkeznek. De nem csak itt a kórházba oltunk, hanem mobil oltócsoport megy ki a szociális intézmény, ahol viszont a harmadik oltást kapják meg a lakók. Pfizer vagy Modernát javasolnak. Az oltás típusának kiválasztásában a szakemberek segítenek, míg a legfiatalabbak az iskola kezdésre készülve kérik a vakcinát, a járvány várható negyedik hulláma a legidősebbekre is veszélyt jelent. Remélem most már majd megúszunk.
A 102 éves Mihály László a Híradónak azt mondta, bízik a vakcinában, ezért kéri az ismétlő oltást. Azért jöttünk el, hogy akkor most már ne legyünk betegek. Elsősorban azok érkeztek, akik kora tavasszal kapták meg az oltásukat, és inkább heterológ oltóanyaggal rendelkeznek, tehát vagy Sinopharm, vagy pedig AstraZeneca oltást kaptak meg. Kedden reggel az egyik Ózdi házi orvosi rendelőben is megkezdték a harmadik körös oltások beadását. Az oltakozók itt is az eredetileg kapott oltóanyagtól eltérő típusú vakcinák közül választhatnak. A Híradónak nyilatkozó háziorvos szerint fontos, hogy a krónikus betegséggel nem küzdő idősek közül minél többen kérjék az emlékeztető adagot. Nagyon fontos, hogy minél magasabb szintű védettség legyen, hiszen ezért tette lehetővé a magyar egészség, ugye a magyar kormány azt, hogy a harmadik oltás megtörténjen, hogy minél nagyobb biztonságban várhassuk az őszi cseppfertőzős időszakot, hiszen a koronavírus is cseppfertőzéssel terjed, és a hidegebb párás idő hozza sajnos a vírusoknak a terjedését. Magyarországon van elegendő vakcina, sőt mondhatjuk azt is, hogy vakcina bőség van. A kormány felkészült a járvány negyedik hullámára. Erről a családokért felelős tárca nélküli miniszter beszélt az operatív törzs keddi ülése után. Novák Katalin emlékeztetett, bár a tanévkezdés előtt az iskolákban is lesz oltási akció, a 12 év feletti gyermekek már most is kérhetik a vakcinát. Ma már Magyarországon a harmadik oltást is igénybe lehet venni, ebben is elsők voltunk Európában, mármint hogy először teremtettük meg ennek a lehetőségét, és a gyerekeket is, a 12 év feletti gyerekeket is lehet oltatni, tehát nem kell megvárni az iskola kezdés előtti két utolsó napot, amikor erre az iskolákban is lehetőséget biztosítunk majd. Most is lehet regisztrálni, most is fel tudják venni a gyerekek a védőoltást. Itthon eddig csak nem 5.700.000 ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, közülük 130.000-en a harmadik oltást is felvették. Közben újabb 45 esetben mutatták ki a koronavírust, és elhunyt egy beteg. Kórházban 85 beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Járványhíreink következnek a világból. Szerbiát is elérte az újabb járványhullám, naponta 1000-nél is több új fertőzöttet regisztrálnak. Az idősek és a krónikus betegek védelme érdekében megkezdik a harmadik körös oltást. Erre nem kell külön jelentkezni, akiknél eltelt fél év a második oltás óta, azok SMS-t vagy e-mailt kapnak az oltásról. Szabadkáról Loboda Árpád jelentkezett. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy mivel Szerbiában alig haladja meg az 50%-ot az oltottak száma, ezért azok is jelentkezzenek, akik eddig nem vették fel a védőoltást, mivel az elmúlt hetek alacsony esetszáma után tegnap egy elég nagy ugrást láthattunk, 1288 fertőzöttet regisztráltak, és ugyebár a fertőzöttek számának növekedésével a halottak száma is növekszik, tegnap 4 hunytak el a koronavírus szövődményeinek következtében. Romániában is tovább emelkedik a fertőzöttek száma. A delta variáns leginkább a 40 évesek körében terjed. 10-ből 8 új fertőzött nem volt beoltva, és az elhunytak között is nagy arányban voltak olyanok, akik nem kaptak védőoltást. Az oltás továbbra is lassan halad, eddig az oltásra jogosultak 30%-a vette fel a vakcinát. Kolozsváról Birtalan Albert jelentkezett. A statisztikák szerint több mint 80% az újonnan azonosított fertőzöttek között olyan személy, akik egy oltást sem kaptak még a koronavírus elleni vakcinából. Továbbá egy új adat, ami eddig még nem volt nyilvános, az, hogy például az elhunytaké, akik a koronavírus következtében szövődményeiben hunytak el, az ő arányuk 92%-os. Tehát szinte mindenki, aki a koronavírusban életét veszti, az nagy valószínűséggel nem volt beoltva. Illetve a delta variáns is leginkább azok között terjed. Ukrajnában az átoltottságtól teszik függővé a szabad mozgást. Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy ha lesz is ősszel teljes leállás, azok az intézmények, amelyeknél a dolgozók 80%-a bevonultva, továbbra is szabadon működhetnek majd. Az átoltottság továbbra is nagyon alacsony Ukrajnában, eddig a lakosság 13%-a kapott oltást. További részletek K. Debreceni Mihálytól. A delta variánst viszont egyre több embernél azonosítják.
és hivatalosan már több mint 300 ilyen esetet regisztráltak az országban, gyakorlatilag 10 nap alatt megduplázódott a számuk, és ha ebben a tempóban halad, akkor bizony október és november helyett előfordulhat az is, hogy hamarabb átkerülhet több ukrán megy a vörös besorolásba. Új-Zélandon országos zárlat lép életbe, mivel fél év után ismét közösségi koronavírus fertőződést regisztráltak. A legmagasabb szintű zárlatot rendelték el, bezárnak az iskolák és minden nem létfontosságú cikket árusító bolt is. Az új fertőzést Új-Zéland legnagyobb városából, Aucklandből jelentették, ezért ott egy hétig tart a karantén, az ország többi részén pedig 3 napig. Az 5 millió lakosú csendes-óceáni szigetországban eddig 2570 fertőzöttet regisztráltak, és 26-an haltak bele a koronavírus okozta betegségbe. Aggasztó ütemben terjed a delta variáns Izraelben, ahol naponta átlag 5000 új fertőzöttet vesznek nyilvántartásba. Ráadásul kezdenek megtelni a kórházak, már több mint 500 beteget ápolnak intenzív osztályon, szinte kivétel nélkül olyanokat, akik még nem voltak beoltva. Az izraeli kormány szigorította a járványügyi óvintézkedéseken, és igyekszik minden eszközzel felpörgetni az oltási kampányt. Regisztráció nélkül akár az éjszaka közepén is fel lehet venni a vakcinát. 3 hete sincs még, hogy Izraelben megkezdték az idősek újraoltását, de már a teljes lakosság 10%-a megkapta a vakcina 3. adagját. Péntek óta az 50 év fölöttiek, a krónikus betegek és az egészségügyi dolgozók is kérhetnek emlékeztető oltást. A kormány a fiatalabbak körében is igyekszik felpörgetni az oltási kampányt, így akár az éjszaka közepén előzetes regisztráció nélkül is lehet jelentkezni a vakcináért. Elsőként csak Tel Aviv központjában a Buli negyednél állítottak fel egy oltókocsit még szombat este, aminek olyan nagy volt a sikere, hogy ma már 10 városban, a város központjában fogadják azokat, akik nappal nem értek rá, vagy csak szórakozó negyedben, a vendéglők meglátogatása, bárok meglátogatása után gondolták, hogy elmennek oltakozni. Este 8-tól éjjel 4-ig vannak nyitva ezek a rendkívüli oltókocsik. December vége óta Izraelben már a teljes lakosság csak nem 63%-át beoltották. Ennek ellenére a koronavírus delta variánsa gyorsan terjed. Az elmúlt hétvégén már az elvégzett tesztek több mint 5%-a bizonyult pozitívnak. Ennél is aggasztóbb, hogy egyre több fertőzött kerül kórházba, ráadásul már több mint 5000 beteget intenzív osztályon ápolnak. A súlyos állapotú fertőzöttek szinte kivétel nélkül mind oltatlanok, hívta fel a figyelmet Naftali Bennett izraeli miniszterelnök, aki vasárnap ellátogatott az egyik Tel Avivi kórházba. A helyzetre való tekintettel a kabinet a következő hetekben 230 milliárd forintnyi összegből bővíti a kórházi férőhelyeket és növeli az orvosok és ápolók létszámát. A kormányfő ugyanakkor a közös felelősségre is felhívta a figyelmet. A koronavírus járványt 2 fő fegyverrel tudjuk legyőzni. Az egyik a maszkviselés, a másik a vakcina. Aki beoltatja magát, az mások üzletét is megmenti a csődtől, mások gyermekeit is megkíméli attól, hogy újabb egy évig otthonról tanuljanak. A beoltottak nem csak magukat, hanem valamennyiünk egészségét és gazdasági jövőjét védik, fogalmazott Naftali Bennett. A kormány mindenképpen szeretné elkerülni az újabb zárlatot. A járvány miatti leállások ugyanis már 20 ezer milliárd forintnyi többletköltséget róttak az izraeli gazdaságra. Az óvintézkedéseket viszont szigorítják. Szerdától korlátozzák a résztvevők létszámát a nyilvános rendezvényeken, amelyeket csak a védettség igazolásával lehet látogatni. Az üzletek alapterületüktől függően csak meghatározott számú vevőt szolgálhatnak ki egy időben. A beutazás feltételei viszont már hétfőtől szigorodtak. Mindössze 10 olyan ország van, köztük Magyarország, ahonnan karanténkötelezettség nélkül utazhatnak haza az izraeli állampolgárok. Újraindult a forgalom a kabuli repülőtéren, de továbbra is tart a káosz Afganisztánban. A világ vezetői közben tétlenül nézik a történéseket és egymásra mutogatnak. Donald Trump volt amerikai elnök, lemondásra szólította fel utódját. Szerinte ugyanis az amerikai csapatok nem megfelelő kivonása okozta a káoszt. Joe Biden nem tartja hibás döntésnek a csapatkivonást, de azt elismerte, hogy az összeomlás gyorsabban történt Afganisztánban, mint amire számítottak.
Kedden reggel is tartott a káosz az afgán fővárosban. A tálib járőrök ellenőrző pontokat állítottak fel Kabul utcáin, így a repülőtér felé vezető úton is, hiszen újraindult a légiforgalom, így továbbra is sokan próbálnak eljutni a reptérre. Közben a tálibok általános amnestiát, vagyis büntetlenséget ígértek minden állami tisztviselőnek, és felszólították őket, hogy térjenek vissza a munkahelyükre. Az ígéreteikkel azonban egyelőre nem sok ember győztek meg, a helyiek ugyanis attól tartanak, hogy a tálibok hatalomra kerülésükkel visszatérnek a szigorú iszlám törvénykezéshez, vagyis egyebek mellett megtiltják a nők munkavállalását, és több bűncselekményt is kivégzéssel vagy végtaglevágással büntetnek majd. A tálibok vasárnap vették át az ellenőrzést egész Afganisztán felett. Szinte azonnal kitört a pánik, a világsajtót hétfőn járták be ezek a sokkoló felvételek. Több ezer kétségbe esett ember fejvesztve menekült, betörtek a reptérre is, ahol megpróbáltak feljutni az egyik még induló nyugati diplomatákat szállító gépre. Százak rohantak a kifutópályán, volt, aki kívülről kapaszkodott a repülőgépre, amelyről a levegőbe emelkedés után a mélybe zuhantak. A káoszban legalább 7 meghaltak. A világ értetlenül nézte végig, ahogy a katonaság és a rendőrség visszavonult, az elnök pedig külföldre menekült. Közben bekövetkezett az, amit csak hónapokkal későbbre vártak. A fegyveres tálib harcosok elfoglalták az afgán elnöki palotát. A kialakult helyzetért sokan az Egyesült Államokat tartják felelősnek. Joe Biden volt ugyanis, aki 20 év ottlét után visszahívta Afganisztánból az amerikai csapatokat, akik évekig a terrorizmus elleni harc jegyében küzdöttek a tálibok ellen. Donald Trump volt amerikai elnök, hétfőn közleményt adott ki, és felszólította utódját, hogy megszégyenülve mondjon le. Azt írta, amit Joe Biden művelt Afganisztánnal, az az amerikai történelem egyik legnagyobb veressége lesz. Amerika első embere hétfőn este a Fehérházban tartott beszédében magyarázkodott. Kiállt ugyan a döntése mellett, de elismerte azt is, hogy az afganisztáni polgári kormány összeomlása gyorsabban bontakozott ki, mint amire számítottak, majd az afgán vezetőkre hárította a felelősséget. Sokat beszéltünk arról, hogy az afgán vezetőknek politikai összefogásra van szükségük, ebből semmit sem tettek. Azt is sürgettem, hogy foglalkozzanak diplomáciával, kössenek politikai megállapodást a tálibokkal. Ezt a tanácsot határozottan elutasították. Az elnök ragaszkodott ahhoz, hogy az afgán erők harcolni fognak, de nyilvánvalóan tévedett, fogalmazott Joe Biden. Közben a nyugati államok is beismerték a tévedésüket. Rosszul ítéltük meg a helyzetet, és ezen nincs mit szépíteni. Ezt már a német külügyminiszter mondta hétfőn Berlinben. Úgy fogalmazott, a hírszerző szolgálatok és az egész nemzetközi közösség tévesen ítélte meg az afganisztáni helyzetet. Angela Merkel is reagált, elsősorban a menekülő tömeg miatt fejezte ki aggodalmát. Nem szabad ismét elkövetni a 2015-ös menekült hullámhoz vezető hibákat, fogalmazott a német kancellár, aki hozzátette, a nemzetközi közösségeknek támogatnia kell az Afganisztánon szomszédos országokat, hogy ott helyben el tudják látni a segítségre szorulókat. Várhatóan a következő rendkívüli EU csúcs témája is ez lesz. Németország közben több repülőgépet is küldött a térségbe, azokért az afgánokért, akik valamilyen formában dolgoztak a német kormánynak, és számos európai ország is menti állampolgárait Afganisztánból. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium tegnap jelezte, Magyarország is segítséget nyújt azoknak, akik tolmácsként vagy más minőségben segítették a magyar katonák misszióját, de mások elhibázott geopolitikai döntései miatt hazánk nem hajlandó tömegével befogadni afgán bevándorlókat. A szexuális irányultságukról kérdezték az egyik budapesti gimnázium tanulóit a Diákújság szerkesztői. Az esetről a Magyar Nemzet számolt be. A lap úgy fogalmaz, kezdetét vette az LMBTQ érzékenyítés a budapesti Eötvös József gimnáziumban. Azt egyébként, hogy a felmérés célja egyben az érzékenyítés is volt, nem is titkolták az iskolai labban. A Fidesz szerint ez az eset is azt mutatja, hogy hiába mondja azt a baloldal, hogy ez csak egy álprobléma, a genderpropaganda igenis jelen van az iskolákban. Egy fővárosi gimnáziumban hódít a genderideológia, számolt be róla a Magyar Nemzet hétfőn. A lap azt írta, az Eötvös József gimnázium iskolaújságjának áprilisi számának szerkesztői egy kérdőív segítségével arra voltak kíváncsiak, hogy az elitiskola diákjai hogyan jellemeznék a nemi identitásukat. A kérdőív megmozgatta az akkor még a koronavírus járvány miatt otthonról tanuló diákságot.
Kiderült, 70,7%-uk heteroszexuális, 12,3%-uk biszexuális, 3,1%-uk homoszexuális, 2%-uk aszexuális, 0,8%-uk pánszexuális és queer, a maradék 6,1%-nak pedig még nem alakult ki a nemi irányultsága. A felmérésből cikk is íródott az Ötvös Diák című iskolai újságban. Ebből kiderül, hogy a diák főszerkesztők mentortanárukkal karöltve nyíltan az érzékenyítés szándékával magyarázták a témafelvetést. Egyikük azt írta, az érzékenyítés célja az, hogy edukálja, vagyis nevelje a társadalmat az LMBTQIA+ közösségről. Egy másikuk pedig úgy fogalmazott, nem szabad elfelejtenünk, hogy itt nem csupán politikai korrektségről és szavakról, hanem egy valódi mozgalomról van szó. Az a nagy probléma, hogy én a tankerület engedélye nélkül nem nyilatkozhatok. Az Ötvös Gimnázium igazgatója Mos László telefonos megkeresésünket azzal hárított el, hogy az intézményt fenntartó belsőpesti tankerületi központ engedélye nélkül nem adhat tájékoztatást sem a témaválasztás hátteréről, sem pedig a cikkben közölt tartalomról. A Magyar Nemzetnek azonban az intézményvezető megerősítette, tudott a diákok közvéleménykutatásáról. Mos László elmondása szerint a gimnazisták nem kaptak külső segítséget a kérdőívhez, hanem azt maguk dolgozták ki a mindenkori mentor segítségével. A gyermekek védelme érdekében elmentünk a falig. Amióta június 15-én az országgyűlés módosította a gyermekek védelméről szóló törvényt, valóságos nemzetközi ösztűz zúdul Magyarországra. Sokan a gyermekek jogai elé helyezték az LMBTQ szervezetek érvényesülését. Elég volt az LMBTQ ellenes gyűlölet propagandából! Elég volt! A törvénycsomag ellen itthon a nyílt társadalmat hirdető civil szervezetek tüntettek, és a hazai baloldal mellett az Európai Bizottság is megtámadta a szabályozást. Ezért a jogszabályról a magyar kormány népszavazást kezdeményezett. A gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk. Orbán Viktor a referendum szükségességét azzal indokolta, hogy Nyugat-Európában az LMBTQ aktivisták bejárnak az óvodákba, valamint az iskolákba, és a brüsszeli bürokraták Magyarországon is ezt akarják elérni. Hiába mondja azt a baloldal, hogy ez egy A-probléma, látjuk, hogy valódi, itt van. A szexuális propaganda bevitele az iskolába Magyarországon is létező jelenség, mondta az M1-nek a Fidesz kommunikációs igazgatója Hollik István. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az emberek, a magyar emberek elmondhassák a véleményüket a gyermekvédelem ügyében, elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy az iskolákban jelen legyen az LMBTQ propaganda, jelen legyenek-e az LMBTQ aktivisták, vagy inkább azt akarják a magyar emberek, hogy a gyermekek szexuális nevelése az kizárólag a szülők hatáskörébe tartozzon. A referendum többek között arra kérdez rá, hogy szülői hozzájárulás nélkül tartsanak-e szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást a köznevelési intézményekben, de a kormánya nem átalakító műtétek engedélyezésében, illetve a szexuális jellegű médiatartalmak korlátlan elérésében is kikéri az állampolgárok véleményét. Sorakoznak a különleges, érdekes látnivalók a hazai érseki látogatóközpontban. A világ egyik legrégebbi könyvtára vár mindenkit Kalocsán. Egerben a pincerendszer az egyik legnépszerűbb program. Aki pedig a veszprémi palotára kíváncsi, érdemes igyekeznie, mert hamarosan rövid időre bezárnak, hogy megújuljon az épület. Az egri érseki palota. Az intézmény látogatóközpontja 2016-ban nyitott meg. A palota földszintje és a díszkertje bárki számára ingyenesen látogatható. Akik azonban jegyet is váltanak, betekintést nyerhetnek a második emeleti kiállításokra, amelyek többek közt az egyházmegye és a magyar egyház történetét mutatják be. Az állandó tárlatok mellett pedig időszaki kiállítás is nyílt a Hevesi megye székhelyen. A második emeleten van az időszakos kiállításunk is, ami az eukarisztikus kongresszus tiszteletére annak gondolatával összhangba nyílt meg, és egészen október közepéig látogatható. Ez már a veszprémi érsekség. A látogatók számára ezek az utolsó napok, amikor megtekinthetik, például a liturgikus kiállítótereket, a barokk termet vagy a gyógynövénykertet. Hamarosan ugyanis felújítási munkálatok kezdődnek, és átmenetileg bezár a látogatóközpont.
az érsekség egyéb látnivalói is, mint az érseki palota, vagy a kápolnák Boldog Gizella és Szent György kápolná is már csak ebben a 10 napban látogatható, hiszen készülünk Európa Kulturális Főváros programsorozatra. Gazdag műtárgy gyűjteménnyel büszkélkedhet a kalocsai érsekség. A templomhoz tartozó múzeum 2 emeleten várja a látogatókat. Sokan vannak azonban, akik kifejezetten az érsekség könyvtára miatt keresik fel a várost. A világ 12 legrégibb és legcsodálatosabb könyvtárába tartozó főszékesegyházi könyvtárunkat, amelyet még Patacsics Ádám érsek alakított, s a további érsekek fejlesztették. A török elpusztította ezt a könyvtári állományt, tehát a későbbi érsekek vásároltak olyan ősnyomtatványokat, amelyek ritkaság számba mennek. Az érseki kastélyban lévő díszes 20 000 kötetet magában foglaló könyvtár csak vezetéssel tekinthető meg, azonban a Nagy Boldogasszony Főszékesegyház egyénileg is látogatható. Elhunyt Hankis Ágnes, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagja, író, pszichológus, a Fidesz volt európai parlamenti képviselője. Sokoldalú, művelt, magasan képzett személyiség volt. Diplomáját az ELTE bölcsészettudományi karán szerezte klinikai pszichológiából. 1 évvel később bölcsész doktori címet szerzett társadalomlélektanból. Ezt követően csaknem 10 évig társadalomlélektant tanított az ELTE jogtudományi karán. Az 1990-es évektől a 2000-es évekig végéig a Magyar Rádió közalapítvány, majd a Duna Televízió közalapítvány kuratóriumi elnökségének tagja volt. Munkásságát számtalan díjjal jutalmazták, megkapta a Jövő Irodalmáért díjat és a József Attila díjat. 2016 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes docense volt. A család tájékoztatása szerint Hankis Ágnest kedden budapesti otthonában érte a halál, 71 éves volt.